Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ezen a képen látható ez az ostor. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy ez a férfi saját magát ostorozza. Valami fáj neki. Lehet, hogy vannak negatív gondolatok, vagy negatív érzelmek, tehát saját maga hibás, de az is lehet, hogy mások bántották meg őt, és ez megjelenik a gondolatában, még mindig fáj neki, vannak fájdalmas emlékek. De itt mellette megjelenik a virágcsokor, és ez lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, egy jó hír. Az is lehet, és én úgy gondolom, hogy erről van szó, hogy ő megbántott téged, ő ennek tudatában van, ő ostorozza magát, tehát ez fáj neki, hogy így viselkedett veled szemben, és ezt szeretné jóvá tenni, mert bocsánatot kér, vagy a virágcsokor azt is jelentheti, hogy megajándékoz téged, jó szándékokkal közeledik hozzád. És az érzelmei, bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a kulcs azt jelenti, hogy magabiztos. Magabiztos lesz a fellépése. Ezzel a kulccsal ő lezár valamit, mégpedig a fájdalmakat. Egy időben kinyílik egy új ajtó, használni fogja ezt a kulcsot, közeledik hozzád barátilag, megajándékoz téged valamivel, vagy a kutya azt is jelenti, hogy ő hűséges, te is hűséges vagy, és ebben ő nagyon biztos. És mit fog tenni? Itt látható a hold, ez lehet az anyukája, vagy anyai témák is, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Tehát megvannak részéről az álmok, az elképzelések, és ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy nálad le tud horgonyozni. Ez egy biztos párkapcsolat. A horgony az jelentheti a munkahelyet is. Lehet, hogy úgy bántották őt meg, ott vannak ezek a fájdalmas emlékek, és szeretne valamit változtatni a munkahelyén. Mi fűz össze benneteket? A halak. Ezek jelenthetnek pénzügyi dolgokat, és akkor összefügg a munkával, a hivatással. Lehet, hogy együtt dolgoztok, vagy vannak ilyen tervek, hogy veled együtt szeretne dolgozni, és itt lesznek szerződések, hiszen lesz bevétel, itt van a jólét. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és az fáj neki, hogy téged megbántott. Ő érzi azt, hogy most ezt jóvá kell tennie, közeledik hozzád, nyitott lesz hozzád barátilag, lesz egy ajándék, sőt, megígéri azt is, hogy hűségesen ott marad melletted, hiszen ez egy stabil párkapcsolat, ahol ő le tud horgonyozni. Ezek a szándékai. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!